Hellosztok, és köszöntök szépen mindenkit itt a Space Dragons első epizódjával. Szeretnék veletek kezdeni egy új, közös, modos túlélő sorozatot, ugyanis a Sprout óta már nagyon hiányzik ez a csatornáról, és végül erre a modpackre esett a választásom. What? Ez a Dungeons, Dragons and Space Shatters névre hallgató modpack, azonban rövidítsük csak simán Space Dragonsnak, ugyanis alapból egy eléggé megjegyezhetetlen és kiejthetetlen neve van. Egy nem egy túl ismert modpack, azonban nekem egy olyan modpack kellett, amit a Sprouttal ellentétben nem hagyták abba a fejlesztését már egy éve, hanem mind a mai napig fejlesztik, és nem csak egy-két küldetés van benne, hanem akár több száz is. Egy olyan felfedezésre és kalandra alapuló modpacket akartam, amiben megvannak azért a technikai és a mágusos modok is, és hangulatában hasonlít a Sprout, Göreimelő ilyen modpackekre, amit játszottunk, de azok mellett egy csomó-csomó új mod is van benne, és mivel ebben a modpackben több mint 250 mod van, így lesznek azért bőven újdonságok úgy is, hogy közben megtartjuk azokat a megszokott és ismert dolgokat, mint például az Animania mod. Tehát ezekkel a disznókkal, meg csirkékkel például már találkozhattunk, de azonban az is tök jó, hogy ezek az Animania modok, meg az Ice Fire mod, ugye, amiben a sárkányok voltak, ezek viszont az új verzióban kerültek be, szóval még azokon a modokon belül is lesznek újdonságok, amiket már láttunk a Sprouton belül. Ennek a modpacknek a célja azon kívül, hogy egy ilyen hangulatos kis bolygón kell felfedeznünk és túlélőznünk, stb. Nem csak az a cél, hogy ezt a jelenlegi földet, ahol vagyunk, meghódítsuk, hanem az egész naprendszerünket. Ugyanis ki lehet jutni a különböző bolygókra is, mint például a Holdra, a Marsra, és a többi, és a többi. Ezeken még egy teljesen új dolog, itt lesz az idő megismerkedni vele, itt van a teljes küldetés sor, alapból kezdünk ennyivel, ez így csak a Tier 1 main questline, ami így bevisz minket az alapokba. Egyébként az is tök jó, hogy nem csak ad egy küldetést, hanem rendesen le is írja, hogy mit, miért kell csinálni és hogyan. Mint mondtam, több száz küldetés van, ami egészen elvezet minket ide a Tier 4-es űr galaktika crafthoz, amivel majd fel fogunk tudni menni az univerzumba is, és kikötni esetleg más bolygókra. Ez az itt a fő cél, szóval ezért is Space Dragons ez a modpacknek a neve, mert továbbra is maradunk ezen a sárkányos vonalon, azonban most kimenjünk az űrbe is, és megnézzük, hogy ott is van. Valószínűleg egy kicsit később, hiszen ez még elsőnek kicsit durva lenne, de itt lenne az idő, hogy megismerkedjünk ezekkel az új dolgokkal. Tessék, ez is Animania. Békát még egyáltalán nem láttam, pedig elvileg ez is benne volt az eddigi modpackekben. Szóval ja, első feladatunk lenne, hogy keressünk egy helyet, ahol le tudunk telepenni így az első éjszaka. Egyébként ez a questbook már ismerős lehet például a Regrowth-ból is, ugyanis ott is ugyanez a mod adta be a küldetéseket a játékba, azonban itt egy kicsit tovább fejlesztették. Ugyanis minden egyes küldetésért, amit elvégzünk, pénzek járnak, tehát copper, silver, aranycoin, stb. Platinum coin, és csomót egyébként ezek közül a pénzek közül megtalálhatunk egyébként is így a nagy világban, mit tudom, hogy a dungeonokat kutatunk át, vagy lootbageket nyitunk, vagy ilyesmi. Szóval ezekből a pénzekből fogunk tudni majd vásárolni szintén csak a questbook segítségével. Van itt alul egy ilyen shop rewards, ahol egészen egy oak sapling ilyen közönséges fától, meg kőtől kezdve meg tudunk vásárolni ilyen egészen bonyolult dolgokig, mint például nem tudom, inventory upgrade, vagy crafting table upgrade, vagy különböző magas nyomású gőzök, meg mit tudom én, majd később gondolom az űrrepüléshez lesznek jók. Úgyhogy tök ügyesen felépített egy ilyen currency systemet is a modpack, és igazából erre sem nagyon láttam még ezelőtt példát. Általában ilyen lootbagek szoktak járni a küldetésekért, tudjátok, mint a Grey Mellow-ban, ami viszont szerintem egy kicsit tönkreteszi a játékélményt. Wow. Na, ezek az építmények vajon méretnek, majd oda később visszatérünk. Szóval kicsit azért teheti krönkre ezek a lootbagek a játékélményt, hiszen szerencse alapú dolog, hogy mit nyitunk. Lehet, hogy esetleg az első küldetésünk után kinyitunk egy endgame cuccot, ami meg túl OP lenne még így az elején, hát szerencsére nincs ilyen, nincsen semmi szerencse alapú dolog, hanem itt ténylegesen a pénzből kell gazdálkodni, meg vásárolgatni majd dolgokat. Szépen nézzek ki egyébként ezek a területek, majd valahol keresek is egy kunyhót, ahol majd le tudunk telepenni. Én itt megnézem a hegy tetején, valami domtetős dolgot szeretnék kiválasztani magamnak, és aztán majd tök jó lenne onnan lenézni a területekre, amiket aztán beépítünk, meg ilyesmi. Szóval jó lenne, hogyha lenne hely bőven gazdálkodni. Ott is igen érdekes bajomok vannak, ebben a másik irányba is, meg ott voltak ugye ezek a házikók is. Megnézzük, oh, object successfully summoned. Na ez vajon mit jelenthet? nem valami bosszot tett le elém a játék. Éppen egy békés barátságos helyre szeretnék behúzódni így az estére. Az első napunk első estén. Miket tudhatnak vajon ezek a bogyók? Leszedegetjük. Hogyha összetörem ásajnos, akkor... De lehet kiadja. Vissza magamnak, aztán ez lesz majd az első kajaforrásunk, remélhetőleg. Ez is egy teljesen új mod. Melyik mod adja be? Ez Rustic. Érdekes, ugye Rustic az már volt eddig is, de nem rémlik, hogy ez is bekerült volna.
Szóval igen, és azért is mondtam, hogy egy közös sorozatnak tervezem veletek, ugyanis szeretnék majd minden egyes ötödik vagy tizedik részben egy ilyen kis community tabet készíteni, tehát egy olyan részt, ami azokról szól, amiket mondjuk ti írtatok nekem a modpackkel kapcsolatban, vagy esetleg mémek, amik készültek, vagy minden olyan cucc, ami így a sorozat kapcsán előjött, és mondjuk meg szeretnétek volna velem osztani, és akkor azt így meg kéne nézni videó formájában, és én azt találtam ki, úgyhogy szerintem az egy tök jó ötlet lenne, viszont ha jól látom, találtunk is egy helyet, ahol igen, csak jól le lehet telepenni. Ez végül is egy nagyobb kiterjedésű hegytető. Ó, és még tehén is lesz itt, nagyon jó. Ó, majd szépen végig lehet nézni. Na nézzetek, ma ott is van valami kastélya láthatáron. Hát lehet, hogy ez volt az a boss, vagy nem tudom micsoda, mi lehet ott benne, amit majd leszumonolt. Megnézzük, én itt kialakítok akkor magamnak egy ilyen kis kezdőhelyet. Ú, a legjobb érzés mindig egy mentésben az első fát kiütni. Mi úgy alapból kaptunk eszközöket. Kicsit meg tudjuk könnyíteni a favágást. Oh, hát meg vagyunk. Az első fa, egy új sorozat, egy hosszú új sorozat kezdetén. Oh, de jó érzés, végre ugyanitt lenni és elkezdeni építeni a kis dolgokat. Ezek jók, ezek a kidőlt fák is. Van itt benne vajon ilyen vein miner vagy valami ilyesmi, mert még esetleg meg lehet könnyíteni az építkezést? Nézzétek meg, az ott ilyen slime blokkos repülősziget. Ó, ez a fa itt érdekesen generálódott, egy ugródeszka a semmibe. Ott is egy ilyen építmény, amiből egy ilyen beacon-szerű fény kilövel. Meg valami... igazából szép bejámok vannak itt körülöttünk. Jó lesz ez innen majd kiindulni, sőt úgy látom van egy ilyen beépített bányám is. De rögtön ide mindent kikészítettek nekem. Nagyon jó. Van egy-két mód, aminek nem örülök, hogy benn van. Például a forestry és a mékasok, mert azok borzalmasan nehezek, de tényleg annyi macere van velük. Sose szántam rá az időt, hogy megértsem teljesen őket. Lehet, hogy ezt is most sorra kéne keríteni. Vagy láttam, hogy benn van az Applied Engineerics is. Az is egy érdekes, az is talán egy bonyolultabb mod lesz. Ender Eye-os sajnos nincs benne. De azt végül is már megnéztük, hogy az előző sorozatban lehet jobb is így. Nem ugyanazokat ismételgetjük, amiket már egyszer megcsináltunk. De akkor azt hiszem, hogy van itt ilyen Akashic Tome, tehát hogy ezzel össze lehetne gyűjteni a könyveinket. Ó, hogy ebből már alapból is tett be egy csomót. Csomó leírás, tehát mit tudom én, az Actual Editions-nak a könyvét így elő tudjuk venni. Mi az, amit még kaptunk alapból? A Questbook az mondjuk jó, hogyha nálam van. Más könyvet nem kaptunk. Ez egy Basic Backpack, gondolom a felfedezésekhez. Absorption. Nézzük, milyen könyvek vannak itt még. The One Probe. Úristen, ez is valami technikai mod lesz. Valamikor majd az űrkorszakban. Bár nincsenek külön megnevezve, de itt látok, hogy ennek a crafting table-a jelennek már valami. A következő tier 1-es questline-nak már valami chip, aztán valami gőzgépek lesznek, aztán végül valami furnace, de van itt egyéb kiágazó más kületés, hogy kitchen, vagy blacksmith, vagy mystical agriculture, white magic, black magic. Tehát lesz benne botania is. Meg ilyen egyéb zombizós, meg öldöklős feladatok. Úgy látom, benne lesz a Twilight Forest is. Remek, ne, már vagy 20-szor megöltük őket, ezeket nagyjából ismerek, de egyedül még nem néztem meg. Nézzük, az első feladatunk, fákat kellett szerezni. Nézzétek már, lefeküdtek a tehenek aludni. Be van csukva a szeme, és így össze van gupolyodva ide. Nem? Vagy van ilyen szó? Na jó, titeket meg fognak enni a zombik. Tehát remélhetőleg nem. Meglátjuk, én szerintem behúzódok mondjuk valahová ide, és elkezdek akkor lemenni a bányába. Addig pedig gyorsan csinálunk neki egy sticket, csak hogy boldog legyen. Jó, megvan a fa kérdésünk is. És kapunk érte két darab fát, szóval nem csak pénzt kapunk érte, hanem egyéb ilyen juttatásokat is, mint például ha elkészítünk egy pickaxet, meg egy ásót, akkor a kardot már nem kell elkészítenünk, azt majd elkészíti nekünk, vagy odaadja. Szóval crafting station, így, és crafting stationen belül egy pickax és egy ásó. Na megvan a következő küldetésünk, detect és claim. Jó, következő, most kell elindulnunk a bányába, jó, nagyon jó, egyébként is ezt szerettem volna, valahová... Ide akkor le is nézzünk, és remélhetőleg találunk szenet. Aj, nagyon sebezhetőnek érzem még magamat jelenleg ezekkel a cuccokkal, amik vannak nekem. De szerencsére mobok még nem spawnoltak. Na ez itt micsoda? Uninspected mineral. Szóval ez még nem tudjuk, hogy micsoda. Na hát jó. Nekem szén kéne, azt talán csak felismerem. Oh no, ez itt már egy veszélyes helyzet. Ott egy creeper jockey? Az nagyon nem kell. Pók felfog mászt, ezt elhozza nekem a creepert. Ráadásul speedes a pók. Mert más értelemben speedes. Oké, okay, gyorsan felrohanunk. Keresünk valami másik helyet, ahol esetleg tudunk bányászni. Kb. Sima követ ebben a játékban, nem is találok. Ez a Migmite, ez micsoda?
ebből is lehet ilyeneket készíteni, ebből is lehet furnace-t készíteni. Jó, és akkor ebből pedig mondjuk egy csákányt? Ja, szuper! Valamivel előre vagyunk, aztán lehet, hogy bele kéne kezdeni a Tinkerhouse-es dolgokba is, hogy ezek egy kis szenet készülni, így is legalább egy kis világosság van. Mások lesznek egyébként a craftingok helyenként, ezt írt is egyébként a modpack, hogy egy csomó-csomó craftingot átalakítottak, úgyhogy ki legyenek balanszolva majd egy skeleton a modpackhez. Nézzük, le tudjuk-e gyűrni. Hello! Merre vagy? Oh no! Ennek kardja is van, meg íja is. Milyen skeleton ez? Oké, megvan az első szörnyetegünk, amit leütöttünk. Szóval nagyon komoly, nem csak a 3x3-es crafting recepteket alakítottak át, hanem készítettek 4x4 és 5x5-ös, azt hiszem 9x9-es crafting table recepteket is a játékhoz. Most azt képzeljétek el, az mekkora nagy lehet. De hogy ilyenek is készültek, és hogy ezeket is lehet majd használni, amiket kifejezetten ehhez a modpackhez írtak. Egyébként azt hiszem, hogy egy éve, vagy kettő éve megy ennek a fejlesztése. Szóval most már jó ideje készítik, csak valamiért nem túl ismert, nem tudom mi miatt. Ezekből lehet csinálni simát. Csinálok belőle simát, és aztán csinálok belőle torcsot. Most már lássak is valamit. Az első éjszakára most, hogy lassan nappal ki tudtam világítani magamat. Egészen más lesz itt szerintem a bányászat, mondjuk az eddigi helyeken a világunkban. Kéne még ide ilyen jó kis fákat hozni, mert látom, hogy nem csak ezek az alapok vannak, hanem itt ilyen színesek is egy csomó helyen, és milyen jól néznek ki, hogyha lenéznék erről a tájról, és tele lennének ilyen színes fákkal a területek. Na jó reggel, felébredtetek már? Szemét már kinyitotta. Te lusta vagy. Párodosz felkelt. Te meg mit pislogsz itt? Valamit csináljátok már. Ezeket az állatokat be kéne fogni. Oh, ne. Egy, mi ez? Egy csontvázló? Egy csontvázlóvas ilyesz, aminek van egy furnace? Egy, nem, egy dispenser van a fején. Hogy? Ezt meg kéne ölni, és meg kell szerezni a lovat, ami nála. Oh, meg kell szerezni a lovat, ami nála. Segítsetek! Tehenek! Wow! Milyen rap... ez az! Neki ment a tehén! Nagyon jól csinálod! Ez az! Köszönöm! Köszönöm! Léci intézzel helyettem! Én nem fogom... meg fog ölni! Egyetlen lövésre vagyok tőle! Öld meg! Tehén! Ez a világ leggyávább harc, amit valaha csinálta! Nem merek odajutni, mert félek, hogy megütöm a tehént. Ez leszólózta a tehenet? Vagy mi a fene? Mennyi élete van ennek a csontváznak? Jó, ez... Oké, hát ennek még volt élete bőven. Wow! Oh, hú, bakker! Hát ez ezt megbosszuljuk, jó? Ezt megbosszuljuk. Hozok neked ide egy olyan bikát, pályába sem ért az előző, jó? Szerencsétlen. Na jó, na most már, hogy van fákjám, el kéne indulni bányászkodni itt egy kicsit lefelé. Ez itt micsoda? Appetite ore. Hát, egyelőre még szerintem nem tudunk mit kezdeni. Az ott egy kis kopper. Na, a kopper az már viszont egy érdekesebb dolog nekem. Egy olyan dolog, amire most lehet, hogy így hirtelen nagyobb szükségem van. Miért ennyire erősek a mobok? Mindegyiken effektek vannak, mindegyiken szuper felszerelések vannak. De jó, hogy már ez a kopper kiszedhető ezzel a kőpikekszel. Lehet, hogy akkor ez lesz a következő tír. Hát, hogy mit tudom, hogy van. Most lehet, hogy megszívom. Ott van megint egy valami csontváz, aminek lehet, hogy nem jó, hogyha ott van, de legalább lovon nincsen. Az is valami. Oké, most kiszedjük. Nagyon ki kéne világítani ezt az egész területet, mert össze-vissza mindenhonnan jönnek a mobok. Az ott pont szín. Ez az. Tehát nem lenne ez a hely tele ellenségekkel, de sajnos nagyon tele van. Nézzétek, ez a creeper is milyen gyors. Direkt gyorsították a creepert, igen, ezt olvastam a modpacknek a leírásában. Direkt gyorsították a creepereket, hogy még szivatósabbak legyenek. Mégis kinek jut ez eszébe, kérdem én? Nem elég szivatósak így is a creeperek? Nem elég hardcore ez ilyen szempontból? Hát ezt nem hiszem el, ez sprinter ez a creeper, pedig mennyi mindent őriz. Hát ez rám fog robbanni valószínűleg, hogyha én itt most megpróbálok lejutni. Pff, már itt áll alattam. Na jó, tudod mit? Robbanj. Robbanj egy nagyot, és ennyivel is kell. Ó, jön még egy. Nagyon jó. Jó, aki meghalt a csontváz is. Hű, na akkor rá a szénre. Ilyen gyorsan ugrottam rá még szélre. De jó, egyébként a szenek is beleolvannak így ezekbe a kövekbe. Itt érdekes, hogy maga a stone, mint blokk, ami eddig a világot alkotta, az itt teljesen kiesett. Felváltottak ilyen más színű kövek, amik úgy látszik, hogy funkcionalitásukban ugyanaz, de mégis kicsit így valósághűbb az egész, hogy nem csak simán kő alkotja, hanem mindegy kő valamilyen típusú, mindegy kőből egyébként lehet ugyanúgy craftolni. Készítő még fákjákat, csak hogy lássatok. Szóval egy kicsit hasonlít az alapkőre, de nem teljesen az. Hű, nagyon nézzük, itt volt még szén, meg itt... Ajaj, ott valaki összeveszett valakivel, de szerencsére addig jó, ameddig nem velem. Oké, mi lenne, hogyha itt ezt a területet így idéglenesen elzárnánk? Nagyon jó, akkor addig jó, a szén szerintem itt kiszenném. Nagyon tankosak ezek az ellenfelek!
És lehet, hogy később ezekkel majd nem lesz gond, de most minden ilyen nyílsebesen szágult felém, és még ráadásul sok életük is van, és nem túlságosan jó kezdőcuccokkal látott el minket a játék, mert minden nekünk kell egy a fától kezdve készíteni. Kivilágítjuk ezt a területet. Oh no! No, valaki beugrott mögém! Nyilván a karddal, a kezében a vaskarddal milyeneket rám tudna sebezni. Inkább adjál valami felszerelést. Itt van egy mélykast, nem jó, ezek így még a föld alatt is aktívan működnek. Ezeket a legjobb látni. Forestris mélykasok egyébként mindenhol lesznek. Az endtől kezdve a Netherön át egészen a víz alatti területekig bárhol. Tehát ezek, nem is tudom egyébként ezek, tudom, hogy mindenféle dolgot lehet belőlük farmolni, mint mondjuk a Mystical Agriculture-ös virágokkal. Mert egyébként azok is benne vannak a játékban, amelyet azt ugye Sky Factory-ből tanulva Garden Cloach-okkal kell egy kicsit begyorsítanunk. Úgyhogy lehet, hogy kicsit feljel mászunk. A Mystical Agriculture-ek egyelőre még nem tudom, hogy örüljek-e vagy sem. Mert az egyértelmű, hogy a Sky Factory-ben nincsenek kibalanszolva, azonban lehet, hogy itt egészen jó használt fogjuk venni. Nézzétek, újra olyan tehenek, fogunk bikát találni annak a szerencsétlen fenti tehénnek, akinek megölték a párját. De egyelőre bányászkodunk egy kicsit. Na, szerencsére visszaértem. Itt az idő, hogy kiégessük a kopperjeinket, és ezzel meglegyen a következő tírű nyersanyag, amiből majd tudjuk készíteni majd az armorjainkat, meg a felszereléseinket, úgyhogy szerintem ezek így már tök jó is, hogy elkezdtek készülni. Szerintem egyelőre ennyire jutottunk az első epizódban, ez így ízelítésnek jó is volt, úgyhogy mindenféleképpen írjátok meg, ha várjátok a következő epizódokat. Ha minden igaz, akkor ugyanúgy, ahogy Sproutnál szerdán és szombatonként fognak kijönni részek, és nézzétek csak, mit találtam. Ebben is van integetés. Úgyhogy találkozunk a következő epizódban, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!